Sok szeretettel köszöntök mindenkit, az én nevem Tamás Zsolt. 2010-ben még nagyon más világot értünk, mint így 2021-ben. Akkor kezdődött, hogy azután jött igazából a downsizing, a visszafogottság, a kisebb köpcenti, több turbó. Szóval igazából akkoriban még azért lehetett élvezni akár a V6-osok, V8-osok, sorhatosoknak a hangját. Mégis egy Nissan Leaf nyerte az év autója díját, ami elég fura és különös dolog volt, hiszen egy tisztán elektromos hajtású autóról beszélünk. Nem véletlen, hogy rögtön berobbant a köztudatba, és imádták az emberek, taxisok, magánszemélyek, mindenki vásárolta, pedig akkor még azért nagyon kis kapacitású akkumulátorral lehetett megvásárolni, és bő 100 km-t lehetett megtenni egy feltöltéssel. Mégis városi használata néhányak szerint alkalmas autónak minősítetett. Hát akkor még mit szóljanak a 62 kWh kapacitású Nissan Leaf E Plus autó, ami a WLTP szerint akár 385 km-t is képes megtenni, szóval már nem csak a várostáblák berkein belül tudjuk használni, hanem akár a közel-távoli agglomerációba is el tudunk jutni, anélkül, hogy izgulnunk kellene a töltés miatt. Bár azért egy picit fogunk, mert sajnos ameddig Japánban a Sademo töltés már mindenütt szinte kötelező, addig Európában ugyanaz a helyzet a CCS esetén, ebből van jóval több, így lehet bármilyen töltőoszlopot létesíteni, Sademóból kevesebb van, tehát jobban át kell gondolni, hogy milyen hosszú utakra vállalkozunk. Ettől függetlenül viszont ez a Nissan Leaf, főleg ezzel a nagyon magas felszereltséggel, irtózatosan kényelmes ülésekkel és nagy hatótávval, tényleg már egy olyan elektromos autó, ami átmenetet jelenthet a belső égésű autók, illetve az elektromos autók között. Halljuk be, jelen időjárási körülmények között örülök, hogy végre nem esik az eső, és találtam egy olyan környezetet, ahol be tudom mutatni a külsejét az autónak, ami egyébként szerintem nagyon jól néz ki, és pont annyit sikerült a dizájnereknek faragni az előző Leafnek a forma tervén, hogy modernebb, megnyerőbb legyen, és igazából szerintem jól is néz ki. Persze a légellenállási együttható egy századot nőtt, ami azt jelenti, hogy most már 0,29 század, azért, mert egy picit emelkedett az autónak a magassága, viszont a súlypontja továbbra is alacsonyan van, ami azért szuper, mert összességében aránylag jól vezethető az autó. Az elején itt vannak ezek a ledes fényszórók, amik nagyon jól világítanak éjszaka, és hát nyilván a Nissanra jellemző ilyen kis V alakú hűtőrács alatti rész, és ott van a motorvezető előtt az a kis fedél, amit kinyitva már is a töltőcsatlakozókhoz jutunk, ugyanis kettő is van, van AC és illetve van Sademo töltési lehetőségünk is. Szóval ez a spoilerezettség, illetve az alján az a kis kék festés, ez szerintem jól néz ki, és mutatja, hogy nyilván ez egy elektromos autó, már ha valaki nem jönne rá abból, hogy itt zöld rendszám van legelől. Persze ezek a különleges felnik is azért segítik azt, hogy nyilván, ha nem sokat, de néhány kilométert azért ki tudjunk még szuszakolni ebből az autóból, hát ezeknek is a légellenállása azért jóval csekélyebb, mint egy normál belső égésű erőforrású autónál, és hát egész nagyok az ajtók, ennek köszönhetően tényleg kényelmesen be lehet szállni, a 2,7 méteres tengelytáv is mutatja, hogy azért bőséges a helykínálat elől, illetve hátul, ami probléma inkább elől az, hogy hát nyilvánvalóan a magasság az nem nagyon állítható lefele, szóval eléggé magasan ül az ember, és ez vezetés közben egy kicsit zavaró is tud lenni a magasabb embereknek a számára. Hátul pedig azért van hely, de a kardán alagút miatt hát inkább két személy tud kényelmesen ott utazni. Jól áll a sötétítés, igazából a kilincsek is szépen nyílnak, persze némi lemezhang azért van, de nem annyira rossz, és egyáltalán nincs gond az anyaghasználattal. A hátulja szerintem frankon néz ki továbbra is az autónak, nyilván ott van ez a kis diffúzor elem a kék csíkkal, ami szintén az elektromos mi voltjára utal az autónak, a Leaf felirat, illetve ez a kéttónusú fényezés, ami egyébként azért elég drága, majd 300 ezer forint, hogyha jól emlékszem, szóval azért ezzel mindenképpen kalkulálni kell, de hátulról azért frankó, picit talán volvós beütése van az autónak, de ez nem von le semmit az értékéből, innen azért látszik, hogy egy zero emission, vagyis nulla károsanyag kibocsátású autóról beszélünk, aminek azért szerintem sikerült tényleg egy olyan formát találni, ami elektromos berkeken belül is mindenképpen meggyőzőnek tűnik, és van hátsó ablaktörlő lapát, hogyha valaki esetleg a dzsuvát, vagy akkor szeretné letörölni esetleg sarasabb időben, és hát ez egy magas felszereltségű autó, tehát ott a Nissan felirat alatt, méghozzá a csomagtérajtó nyitó mellett van egy kis kameránk is, 360 fokos a kamera rendszer, ami segíti a manőverezést, hát a közepesnél egy nagyon picivel jobb képminőséggel. Na és akkor nyissuk ki a csomagtér ajtót, mert az is fontos, ugyanis 420 liter az, ami teli pakolható, és hogyha magas felszereltséget kérünk Bose HIF rendszerrel, akkor bizony innen veszel a mély nyomó, ami egy kicsit zavaró, hiszen a pakolhatóságot csökkenti, viszont ha valakinek nagy helyre van szükség, akkor le tudja dönteni a hátsó ülésednek a fejtámláit. Persze az más kérdés, hogy ott keresztül vezetni ezen a mély nyomón a dolgokat, hát nem biztos, hogy valaki szeretné,
és hát jobb és bal oldalt tudjuk elrakni ilyen kis rekeszekbe a töltőket, hát mondjuk a kábeleket, nem biztos, hogy ez annyira esztétikus, de ha itt megnézzük, akkor még van egy ilyen kis zacskótartó szerűségünk, amit ki is tudunk így nyitni, és akkor el tudunk helyezni oda a zacskót. A másik oldalon is van, de azért nagy a pereme ennek a csomagtérnek, szóval, hogyha valaki szeretne nagy dolgokat bepakolni, akkor nem biztos, hogy annyira kényelmes lesz neki. Hát nagyjából minden esetre ilyen a Nissan Leaf. Külsőleg szerintem abszolút nem, hogy emészhető, hanem még tetszetős is. Egyáltalán nem rossz, de azért érződik, hogy már kezd eljárni az idő a beltér felett, hiszen bár sok a nyomógomb, aminek szerintem mindenki még örül, mert a túl érintő kijelzős világ azért nem túl előremutató vezetés közben, de azért tényleg nem ez a legmodernebb beltér, amit elektromos autóban láthattunk. Ennek ellenére azért jó a kormánynak a fogása, nagyon vékony, tehát stabilan megmarkolható, ezért vezetés közben szerintem ez segítséget tud nyújtani. Elég sok rajta a gomb, többek között innen tudjuk vezérelni a kis kijelzőt, ami a kormány mögött van, rengeteg információval, például, hogy mennyi időbe telik, még föltöltödik az autó, hány kilométer hatótávon még rendelkezésünkre, illetve van még egy analóg műszeregységünk is arra vonatkozólag, hogy milyen tempóval közlekedünk, de ezt ki is lehet rajzolni digitálisan. A kormányon van még a ProPilotnak a gombja is, erről majd szót is ejtek, hogy a vezetés segítő asszisztens szolgáltatásoknak a billentyűje ez. Ami nem tetszik, hogy itt bal oldalon azért van ilyen zongoralak szegülő műanyag, ami valószínűleg azért ott az ablakemelő gombok mellett össze is fog karcolódni idővel. Ezen kívül viszont azért ez egy magas felszereltségű autó, kiváló anyag használata, félbőr, hasított bőr ülésekkel, amik irtozatosan kényelmesek, és nem csak elől van ám ülésfűtés, hanem itt hátul is van. Ennek megfelelően vannak gombok, és itt is tudjuk tölteni USB-n keresztül a telefonokat, hogyha valakit viszünk esetleg. Egyéb iránt pedig van egy középponti kijelzőnk, egész gyors fedélzeti rendszerrel, Apple CarPlay és Android Auto támogatással, jobb oldalt és bal oldalt fizikai gombokkal, így lehet elérni néhány fontos funkciót, alatta pedig ott van a klímavezérlő panel, kicsit érdekes kialakítása, de tök jó, hogy itt is mindennek megvan a megfelelő gombja, és ha még ez nem lenne elég, akkor a kormány mellett ott látszik is, bal oldalt van még néhány gombunk, például a kormányfűtése, vagy éppen arra, hogy kikapcsoljuk ezt a kis süvítő hangot, ami jelzi, hogy mégiscsak elektromos autóval közlekedünk, és most már kötelező eleme az autóknak, valamint ott tudjuk kinyitni a töltőcsatlakozókhoz tartozó fedelet. Van USB csatlakozónk, szivargyútól töltünk, illetve ott lehet beindítani az autót, ezen kívül pedig, ami még itt fontos, ez a kis kallantyú, amivel az előre és a hátra menetet választhatjuk meg, illetve a B fokozatot kapcsolhatjuk be. Előtte pedig ott van az Eco mód, amivel nyilván csökken egy kicsit a teljesítmény, de nő a hatótáv, az E-pedállal pedig egypedálos módszerrel vezethetünk, tehát a fékpedálra nem is lesz szükség, csak a menetpedálra. Van néhány tároló rekesz, például ide lehet rakni poharakat, de oda jobb oldalra is tudunk egy flaskát helyezni. Tényleg azért a beltér nem ultramodern, de teljesen jól használható, és jól is érzi magát itt az ember, főleg tényleg ezekben a kényelmes, igazán minőségi ülésekben, és látszik, hogy azért a visszapillantott tükör is már olyan extrával rendelkezik, hogy fényre sötétedik. Most egy pillanat a nagy látószögre kapcsolok, tehát nagyjából így néz ki a Nissan Leafnek a beltere, szerintem itt azért öröm ülni, a szélzaj nem nagy, de azért nyilván behallatszódik, inkább egy-két recsegés, ropogás az, ami néha előfordul itt 10.000 km után. Hát japán csoda, japán precizitás ide vagy oda, azért nyilván érződik, hogy ez egy elektromos autó, ami még nem is baj, hanem hát mivel nincsen motorhang, ezért minden más hangot kihall az ember, szerintem egy idő után, egy pár ezer kilométer után ezeket már nem is fogja hallani. Ebben a beltérben pedig nyugodt szívvel fog ülni még akár több tízezer kilométer után is. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I fall just like a guillotine. Szóval a Nissan Leaf, azért jól ismerjük már ezt a modellt, hiszen régóta piacon van, 2010 óta, de már a második generációját éli, abból is kapott 2019-ben egy ilyen nagyobb hatótávú verziót, amiben most én is ülök, ez a WLTP szerinti 385 km-t megtenni képes változat. Most külsőleg és belsőleg már megmutattam, hogy hogy néz ki, szerintem külsőleg még mindig pofás az autó, belsőleg sincs vele gond, talán azért lehetne most már modernizálni itt az előttünk lévő óracsoportot, de hát ez legyen a legnagyobb gondunk. Szerintem azért még így is bőven használható a Leaf, főleg úgy, hogy teli van fizikai gombokkal, amiket én különösképpen szeretek, utálom, hogyha minden csak ilyen érintés vezérlésű, szóval, hogyha a modernizáció azt jelenteni, hogy teli kijelző és csak és kizárólag érintés, akkor inkább ne legyen modernebb, mert szerintem így is azért teljesen jól használható, és hogyha valaki megvásárolja, akkor szerintem bőven elégedett lesz. Na már most, ami ugye nyilván ennél az elektromos autónál azért egy picit furcsa lehet, és megszokást igényel, hogy magasan ülünk, tehát nem tudjuk olyan mélységekbe
sűjeszteni az ülést, amennyire sokan esetleg szeretnék, hogy sportosabb legyen. Szóval egy picit magasabbról vezetünk, nem olyan, mint egy SUV, de azért tényleg fentről tekintünk le a közlekedésen résztvevőkre. A különlegessége még ennek az autónak, hogy itt az A-oszlop egy kicsit lent ketté van osztva, van egy ilyen kis pici ablakunk, sok értelme feltétlenül nincsen, és a kilátást is némleg talán szerintem csökkenti, főleg ez a vaskos A-oszlop az, ami megnehezíti, hogy esetleg kanyarodunk, akkor észrevegyük a járókelőket, plusz nagyon sokat kitakar a visszapillantó tükör is, főleg azért, hogy én 185 cm-es magasságomban nézzük, akkor bizony azért ezt a részt teljesen kitakarja, tehát ez egy ilyen holtér, amire mindenképpen figyelni kell vezetés közben. Most egy picit göröngyösebb útvonalra tévedtem, pont azért, hogy érezhető legyen, hogy azért kicsit talán nyikorog, nyöszörög az autó 10.000 km után is, és a zajszint az magasabb, mint amit elvárnánk, a gördülési zaj is, persze nincsen motorhang, tehát nyilván ennek is köszönhetően mindent meghallunk, de tényleg azért a szigetelése az autónak közepesen jó, nem a legjobb, pont ezért, hogyha már nagyobb tempóval közlekedünk, akkor bizony talán egy picit zavaró lehet, vagy legalábbis nehezíti a hátulülőkkel való beszélgetést. Ettől függetlenül viszont maga a dinamika, maga a teljesítmény elég, sőt több is, mint elég, ugye ez a nem csak a nagy hatótávot jelentő verzió, hanem egy picit erősebb is. 6,9 másodperc alatt futja a 0-100-at ez az autó, ami nem rossz, egy 1,7 tonnás járműtől, 217-218 lóerő teljesítményünk van, és 340 Nm-es a nyomatékunk, ami ugye a menetpedál lenyomásától kezdve azonnal rendelkezésünkre áll. Apropó menetpedál, ugye van egy menetválasztó gombunk is, ami egy picit ilyen fura kialakítású, és meg kell szokni, hogy hogy működik, de utána már szerintem nem is akarunk más, mert annyira kis kényelmes, annyira kis kezes, hogy tök jól lehet előre, illetve hátra menetet választani pillanat alatt. Ráadásul előtte van egy eco gombunk, ami nyilván visszaveszi a teljesítményt, de növeli a hatótávot, és akár kikapcsolja egy-két kényelmi rendszert, mint például a klímát, mert az beleharap, mint mindig azért a hatótávba. Plusz van egy e-pedál nevezetű gombunk, ezt már a Nissan Leaf sofőrök szerintem jól ismerik. Ez azt jelenti, hogy a fékhez igazából hozzá sem kell érnünk. Ahogy a menetpedálról elvesztük a lábunkat, az autó azonnal elkezd lassítani, eléggé nagy mértékben, szóval azért ezt meg kell szokni mindenképpen a mindennapokban. Viszont utána tényleg, hogyha ez megvan, akkor tök ügyesen tudunk vezetni a Nissan Leaf-fel, előrelátó vezetés kell hozzá, és tényleg el lehet felejteni a fékpedált, hanem elég csak a menetpedállal játszadozni. A kormánynak a fogása is, ezt most mondom el, nagyon kényelmes, hiszen vékony, tehát jól meg lehet markolni, egyáltalán nem érezzük úgy, hogy nem stabil a fogás, és kényelmes is, egy csomó gombot találunk rajta, hogy már említettem is, itt van a ProPilot rendszerhez tartozó gomb is, ami néhány vezetés segítő asszisztens szolgáltatás segít ki, illetve bekapcsolni, például a holtérfigyelés, vagy éppen a sávtartás, sávelhagyás, ezeket azért mind belepakolták már a Nissan Leaf-be is, plusz nem maradt el szerencsére a 360 fokos kamerarendszer sem, nyilván ez is felszereltségi színnek a kérdése. A kameranak a képminősége azért hagy némi kívánnivalót maga után, de legalább segít a manőverezésben. Na és mi a helyzet ennek a 62 kWh-s akkumulátornak a 385 km-es ígért hatótávjával? Kérem szépen az, hogy ezt azért teljesíteni nem lehetetlen, de nyilván azért, hogyha vegyesben használjuk, akkor nem is egyszerű. Olyan nagyjából 330-340 km városban simán kihozható, még akár több is, hogyha az e-pedállal, vagyis az egypedálos megoldással közlekedünk, akkor még ügyesebben tényleg elérhetjük a WLTP szabvány szerinti hatótávot is. Viszont, hogyha országútra merészkedünk, akkor egy 80-90-ig még ugyan nem redukálódik jelentősen a hatótáv, a fölött már igen, olyankor a fogyasztás megnőhet, akár 20 kWh óra fölé is, ezzel érdemes azért számolni, nem autópályára való továbbra sem egy elektromos autó, itt is azért 157-8 km/h-ban korlátozó van a sebesség, nem mintha egyébként 150 fölött bárkinek is érdemes lenne közlekedni, mert az már komoly bünti lenne, meg hát egyébként is 130 km/h a sebesség határ. Szóval ezzel azért kalkulálni kell, nyilván, hogyha a rekuperációt használjuk, hogyha a B-fokozatot bekapcsoljuk, amikor jobban fékez az autó, hogyha emeljük a menetpedálról lábunkat, de nem annyira, mint hogyha az E-pedált bekapcsolnánk, ezekkel azért lehet szépen továbbra is nyerni pár kilométert esetleg, de mondom, ez azért a 330 km az, ami reális autópályán azért 300 km alatt lehet bőven kiautózni ebből az autóból, szerintem teljesen rendben van, tehát azért nem egy országot vagy Európát átszelő teljesítményez, de elektromos berkeken belül szerintem egyáltalán nem is rossz. Na és akkor a töltés. Egy gomnyomással tudjuk a motorháztető előtti fedelet felnyitni, és ott van két töltő csatlakozónk is. A normál Type 2-es töltővel, ha otthoni hálózatra dugjuk az autót, akkor 32 órát
órára van szükség. Tehát az nem létezik, hogy mi hazaérünk a munkaidő után, és másnap reggel már teljes töltöttséggel megyünk tovább, mármint akkor, hogyha már eléggé merülőben van az autó. Hogyha pedig normál AC-s töltőoszlophoz állunk, akkor 11,5 órára van szükség az autónak ahhoz, hogy lényegében teliszippantsa magát. Az autó egyébként jelzi is, hogy a jelenlegi töltöttségi szinthez képest mennyi időbe telne a teljes feltöltés. Van is ilyen kis ledes kijelzés a szélvédő mögött, pont azért, hogy kívülről benézve is láthassuk, hogy mennyi a töltöttség, ugye 3 LED van, nagyjából ennek megfelelően lehet kikalkulálni, hogy most hogy áll a töltöttségi szint. És hogyha viszont normál töltőoszlophoz megyünk, akkor már sokkal gyorsabb is lehet, ez is egyik nagy előnye ennek a nagy változatnak, hiszen akár 100 kW-ot is képes fogadni, persze mivel nincsen akkumulátor temperálás, ezért azért ha sokszor töltjük egymás után, akkor a töltési sebesség jelentősen csökkenhet, szóval ez csak egy elméleti maximum, ennél azért jóval kevesebbre számíthatunk, de akkor is igazából 1-2 óra alatt egész nagy hatótávot bele tudunk pumpálni az autóba, ami hát természetesen hol van még mondjuk egy 3 perces tankolástól, amivel mondjuk dízel esetében akár 1000 kilométert is el tudunk gurulni, benzinesnél is legalább 6-700 kilométert, szóval nem akarom én ezt hosszan taglalni, mindenki tudja, hogy az elektromos autózás még nagyon messze jár attól, hogy ez legyen egy első autó, ha városba keres valaki, akkor viszont a zöld rendszám miatt megéri mindenképpen, nyilván az adók, a járulékok, illetékek is sokkal kevesebbet mondjuk a cégeknél, szóval bőven van olyan előnye, amiatt érdemes matekozni, de hogyha már a Nissan Leaf-et nézzük, akkor a Nissan Leaf-en belül is érdemes matekozni, mivel ez a legnagyobb hatótávval is. Ezzel a felszereltséggel 15,690 millió forintba kerül ez a gépezet, de hogyha nagyon nagy szerencsénk van, akkor állami támogatással 1,5 millió forintot spórolhatunk, plusz a Nissan szalonokba besétálva még olyan 1,3 millió forintot is lealkuthatunk, így a végösszeg optimális esetben maximum 13 millió forint körül alakul, ami egyáltalán nem rossz, de hát azért az állami támogatást megnyerni nem könnyű dolog, szóval számoljunk inkább 14,5 millió forinttal. A nagy konkurensek közül mondjuk a Hyundai Kona Electric, vagy éppen a Kia e-Niro olcsóbb, és ugyanezt a hatótávot lazán tudja, hogyha esetleg még nem is többet, mert kihoztak már azokból a modellekből akár 4-500 km-es hatótávot is. Hogyha viszont megelégszünk egy 40 kWh-s Nissan Leaf-fel, ami még mindig azért egy 250-300 km-t el tud menni egy feltöltéssel, akkor állami támogatással még akár 9 millió alá is becsúszhat az ára, anélkül pedig a 10-11 millió. Na már most ahhoz, hogy tényleg az a plusz 100-10-20 km megérje ezt a plusz 5-6, de akár 8-9 millió forintot, hát nem tudom, hogy ki fogja ezt választani, főleg úgy, hogy mivel az akkumulátor temperálás ugye hiányzik, ahogy említettem, valószínűleg ezt majd kiküszöbölik, és 2021-ben vagy 2022-ben, amikor majd meg lehet vásárolni a Nissan Ariát, akkor már igazán kérdőjeles lesz a nagyobbik Nissan Leaf, sőt, nagyon nem is biztos, hogy megéri majd megvenni, ezzel azért talán érdemes kalkulálni. Most jelenleg a Nissan Leafnek én azt mondom, inkább a 40 kWh-s változata az, ami megéri, és ami szerintem opció lehet, hogyha valaki tényleg városba keres esetleg olyan elektromos autót, amivel jól lehet közlekedni, de még akár az agglomerációba is el tud vele menni, és nem kell minden nap töltenie. A Nissan Leaf tehát egy nagyon jó modell, szerintem kiválóan használható modell, ez a 62 kWh-s verzió pedig hát nyilván jóval nagyobb hatótávot mutat, mint az alapverzió, de azért ahány millióval többe kerül, nem biztos, hogy megéri a felárat. Én köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy tetszett a videó, és el tudtam mondani mindent, hogyha igen, akkor ne felejtsetek el dobni egy lájkot, és pláne ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára és nézni a videókat, mert akkor fognak igazából beszélgetésbe elegyedni velem a nagyobb gyártók. Szép napot mindenkinek, sziasztok!